Jó reggelt kívánok mindenkinek! Augusztus 30-án, szerda reggel. Kérem szépen, néhány pontosítást tennék a tegnapi videómmal kapcsolatban, mert kicsit félrebeszéltem. Szóval, a legdrágább ingatlan, amiről beszéltem itt, ami Angliában a legdrágább magánkézben levő ingatlan, 250 millió font, nem 250 ezer, amit most tegnap mondtam, 250 millió font. Tehát az már azért másképpen hangzik. Meg, amikor mondtam azt, hogy a Szijjártó az a negyedik rekordnál hozzá Mester 4-est behúzhatta volna, megmondhatta volna azt, akkor nem a bérek és a fizetések között van a rekord, hanem az ár és a fizetések közötti különbség a rekord. Tehát ami tavaly ugye mondtam, büszkén mondta, hogy milyen Mester 3-ast ért el a kormány, a negyedik Mester 4-es fokozatot is be kellett volna húzni neki, említeni kellett volna, hogy soha nem volt még ilyen nagy különbség a fizetések és az árak között, mint tavaly például. Annyira elszálltak az árak a fizetésekhez képest. Nem mondom, mit mondom, nem emlékszek én, hát megértem már szőrös fejjel 59 évet, és otthon is leértem 47-et, nem emlékszem ilyen áremelés és ilyen szar helyzetre, mint ami otthon most van. Na mindegy, most már kitárgyaltam többször. Kérdezte valaki, hogy de közben eszek én is azért valamit. Mit ennék természetesen még mindig volt belőle. A németországi maja indiának által készített töltött fasírt. Nem tudok róla leficcelni, annyira finom. Ezt kérem szépen krémsajt, paradicsom, hagyma és lime. Na, kérdezte arra, hogy miért kell nekem megújítanom, milyen két kártyát újítok meg. Hát kérem szépen, a két kártya az a gépkezelő jogosítvány. Itten a gépkezelő jogosítvány, ez egy kártya. Arról van szó, levizsgálni valaki gépkezelésből, akkor kap egy piros kártyát. Az két évig érvényes, és két év után újra kell vizsgálni, és kap egy kék kártyát. És ezt a kék kártyát 5 évente meg kell újítani újabb vizsgákkal. Gyakorlati teszt nincsen, csak a pirostól kék kártyára való váltásnál van gyakorlati teszt. Aztán a kék kártya megújításnál már csak egy biztonságtechnikai és egészségügyi teszt van, úgy hívják, hogy Health and Safety. Ez 50 kérdésből áll. De magyarul is elérhető. Mert van hozzá nagyon jó app, lehet gyakorolni előtt, amit akarsz. Ezen át is mentem elsőre. Két hét ezelőtt. A renew test, a megújító test, az csak 15 kérdésből áll, viszont ez angol nyelvű. Sokkal gagyibb kérdések, mint a health and safety, az fingatosabb. Ez egy piti egyszerű gagyi kérdések, de ha nem érted, nem érted. Úgyhogy most ezért harcolok, egyszer már voltam egy ilyennel. 5 évvel ezelőtt már nekem egyszer lejárt a két kártyám, és a második le most. Úgyhogy a harmadikért megyek. 5 évvel ezelőtt vagy 4-szer vagy 5-ször buktam meg. Még sikerült átmenni. Utána kell ahhoz, hogy megújítsák a kártyát, a két kártyát, kell egy health and safety test, munkavédelmi magyarul, meg egészségügyi.
kell egy megújító teszt, ami most már buktam, valamint kell egy logbook, amit egy művezetővel kell igazoltatnom, hogy munkagéppel dolgoztam 300 órát. Ezt kell igazoltatni. Most el kell küldeni ezt egy helyre, egy CPCS irodába, megvan az, hogy hol kell elküldeni, és arról küldenek egy új kékkártyát, ami 5 évre szól megint. Tegnaptól életbe lépett Angliában, most Londonban pontosabban, az ULEZ korlátozás szigorítása. Az ULEZ az Ultra Low Emission Zone, vagyis mától kezdve London, egész London területére csak és kizárólag Euro 6-os dízelautók, valamint Euro 4-es, 5-ös és 6-os benzinautók hajthatnak be. Valamint, aki ezt nem tartja be, az naponta 12 fontot kell fizetni, és aki külföldi autós, tehát magyar autóval jön Londonba, magyar rendszám autóval, vagy bármilyen már olyan autóval nincs regisztrálva Angliában, annak fel kell keresni egy honlapot, és ott regisztrálni az autó rendszámát, és akkor behajtott ide ingyen, ha megfelel az ULEZ feltételeknek. Úgyhogy egyébként állítólag 690 ezer autót érint, tehát London területen jelenleg 690 ezer olyan autó van, amely nem fér bele az ULEZ feltételekbe. Ami még érdekesebb, hogy ezt állítólag Boris Johnson találta ki akkor, amikor még ő volt a főpolgármester. De aztán elfelejtettél, Boris Johnson konzervatív, Tory párti. Őt találták ki a konzervatívok. Most viszont Sadiq Khan, aki főpolgármester Londonban, pakisztáni származású, és meg is csinálta Londonból Islamabadot, pont olyan London, mint a pakisztáni főváros közlekedésileg, minden tekintetben olyan London, szemétügyileg, infrastruktúrálisan, csatornák állapota, közműleg állapota, minden, mint Islamabadban olyan. És ő bevezette most az ULEZ-t. Na most kik vannak ellene, kérem szépen, a konzervatívok, akik kitalálták. Miért vannak ellene? Azért, mert jövőre választások lesznek 2024-ben, és így fognak híveket gyűjteni, szavazókat gyűjteni a torik, konzervatívok, mert minden közvélemény kutatási adat a munkáspártnak kedvez, azt hozza ki győztesnek. Tehát azok vezetnek most. A munkáspárt.
tornyok le vannak maradva, és hogy tudjanak szavazatot szerezni, így az ULEZ ellen beszélnek, amit ő találta ki. Na. Az is biztos, hogy nyilván azt, minden újság azt szajtózza, egész akció csak pénzbehajtás, pénzszerzés az akció, ez egész, abból a Londonnak nagy a költségvetési hiánya. Minden pénzt kell beszedni, ez is az, annak az érdekében van. Valóban így lehet. Egy biztos, a levegőjétel nem lesz tisztább. Az egy biztos. A levegőjétel nem lesz tisztább. Ma is lopozás lesz valószínűleg, esetleg betonozás. Esetleg betonozás. Meglátjuk. Na.
rakták le. Thank you.
akartam már mutatni valamit. Ugye... Ugye itt vannak ezek a hordok. Úgy van megcsinálva, hogy a csuklópont az itt van, és azon, amennyien erővel húzod, olyan erővel csuklódik rá erre. Tehát ez nem tud kiakadni, mert ahogy a teher itt húzza, ez olyan erővel itt összezáródik, hogy ez kiakadás biztos. De ezen hátul van egy ilyen kampó, amivel ki lehet ezt oldani, és akkor lehet nyitni. Egyébként nem lehet nyitni. Ez a kampó mindegyikről már letört. Letört ez a kampó már mindegyikről. Kitaláltam azt, hogy hozok egy ilyet, és ebben megpróbálom pótolni azt a reteszt. Egy ilyennel. Ide ráteszem. Ide ráteszem. És akkor ez oda szorítja, mert amikor emelgettem a lapokat, ugye azon folyamatosan rajta van ez, néha kiakad. Amikor a vákumgépet emelgettem, akkor néha ez kiakad. És kitaláltam, hogy hozok egy ilyen gumit. Ezt így szépen ráteszem. De elszakad, van másik, van bele vagy 10. Egy ilyen gumikartotő gyerekek használják. Néha felnőttek is. Ugye ez most... Megpróbáljuk ezt a módszerrel kicsit biztonságosabbá tenni. Nem nagy dolog egyébként, mert csak az az izé, hogy amikor leteszem a lapot, megeresztem a, ugye a hordot, aztán valamikor kiakad. Leesni nem tud a teher róla sehogyan, mert ha megemeltem a súlyt, így sem tud leesni a teher. Tehát abban nincs baj, hogy nem lenne a horror maga biztonságos, csak hogy ne akadjon ki mindig, amikor már letettem.